Dombováron a Székelykör, a Dombovári 2004 Egyesület, az Életfa Nagycsaládos Egyesület, valamint a Dombovári Szívklub Egyesület vehette át a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány adományait. 2016-ban indította a CÖFCÖK a civil misszióját, aminek az egyik pillére volt a korszerű gyermekétkeztetés. Ebben a témában létrehoztunk egy receptgyűjteményt is, aminek Ízig varázsa címe. Ebben is arra törekedtünk, hogy a közétkeztetésbe minél ízletesebb, a szabályoknak, így az akkor éppen életbe lépő súrendeletnek megfelelő ételeket kapjanak a gyerekek, mind a mellett, hogy minél nagyobb arányban kerüljenek bele a helyi alapanyagok. 2018 óta pedig, hogy a helyi alapanyagok minél nagyobb mennyiségben tudjanak akár a közétkeztetésbe bejutni, akár a normál étkeztetésbe, otthoni használatra is, ezért házi befőző berendezéseket, illetve aszaló készülékeket adunk adományba. Országszerte most már közel 450 ilyen készüléket adományoztunk, 90 helyszínen túl vagyunk az országjárás keretében, és ezeket a készülékeket civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, önkormányzatokon keresztül a közétkeztetési konyháknak, nagycsaládosoknak, illetve helyi kistermelőknek, őstermelőknek adjuk át. Az átadó ünnepségen jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, hogy ez az újszerű kezdeményezés középpontjában az egészséges táplálkozás népszerűsítésével és a vidéki termelők támogatásával a hagyományokat is képes továbbvinni. A készülék célba juttatásához minden alkalommal helyi segítséget kérnek az ötlet megálmodói. Régiónként járjuk az országot, és mindig felkeresünk egy olyan helyi személyt, aki ismeri az adott térségben a civil szervezeteket, hiszen mi országos szervezetként nem vagyunk minden szervezettel olyan viszonyban, hogy ismerjük az ő munkájukat, tudjuk azt, hogy kinél hasznosulna leginkább a készülék, ezért egy helyi kapcsolattartón keresztül mindig megkapjuk azoknak a listáját, akiknek érdemes adni, akik tudják hasznosítani, tudják használni ezeket a készülékeket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a készülékek ne csak átadásra kerüljenek, hanem egyrészt használják is azok, akik megkapják, és akik használják, azok pedig adjanak olyan visszajelzést, amiből egyrészt mi is, mint adományozók, le tudjuk vonni a következtetéseket, hogy érdemes-e ilyen készülékeket a továbbiakban is osztani. Illetve a másik, ami meg talán még ennél is fontosabb, hogy azok, akik már részesültek ebben az adományban, ötleteket kapjanak, akár egy konkrét recepttel, akár csak ajánlással, hogy például fügesajtot, birsalmasajtot tudtak készíteni, tehát emiatt kérjük ezeket a visszajelzéseket, beszámolókat. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége a kezdetektől a kezdeményezés mögé állt, és több száz helyszínen segítkezett már az adományok átadásánál. 2016-ban keresett meg minket Csizmadia elnök úr, hogy mint az Asszony Szövetség, hát ugye ez egyből adódott, hogy mi lenne, hogyha a nők és az édesanyák, nagymamák odaállnának ehhez a kezdeményezéshez. Számunkra is nagyon fontos, hogy mi kerül egy család asztalára, és természetesen azonnal igent mondtunk. És ahogy itt el is hangzott már Hezler Norbert úr szájából, 2006 óta több száz helyszínen voltunk, és lobby tevékenységünknek köszönhetően határon túlra is el tudtunk már jutni az adományokkal, ahol mindig nagy örömmel fogadják. Elsősorban ugye ez a nők szívét dobogta meg, de nagyon sok olyan fiatal emberrel is találkoztunk, aki nagyon nagy tudással bír már, de azt mondta, hogy ilyen modern készülékkel még nem találkozott, és ő most szeretné majd ötvözni, amit tanult a nagymamájától, ezzel a modern technikával. Én azt gondolom, hogy nekünk édesanyáknak ez a legfontosabb, hogy a gyerekeinket is be tudjuk avatni abba a nagy titokba, abba a misztériumba, amit a nyári ízeit megőrző befőttek lekvárokba bele tudunk helyezni, és utána ezt karácsonytáján vagy ősszel, télen le tudjuk venni. A civil szervezetek a gépek segítségével egészséges termékeket készítetnek helyi alapanyagokból, tartósítószermentesen, amelyeket saját fogyasztásra, értékesítésre, illetve szociális célokra is fel tudják majd használni. Pintér Szilárd polgármester külön megköszönte, hogy a dombovári civil szervezetekre is gondoltak a nemes kezdeményezéssel, amellyel a helyi közösségeket gyarapítják.